Láthatóan törleszteni jöttek a feketemezes kisvárdaiak püspöklarányba, mivel az ősszel hazai pályán egy gólos vereséget szenvedtek a miénktől. S bár a tabellán a kezdés előtt 4 hely és 8 pont volt a két csapat között a különbség, mindez a játék képén nem igazán látszódott meg. Tulajdonképpen végig fejfej mellett haladt a gólgyártásban a két együttes, s három találatnál nagyobb különbség egyszer sem volt a találkozón. Az első félidő derekáig a sárgamezes kóti legények voltak jobbak, folyamatosan 2-3 góllal vezettek, ám a játékrész végét nagyon elszúrták. Egy kettős emberelőnyt nem sikerült gólra, vagy inkább gólokra váltani, s ez olyannyira megzavarta a társaságot, hogy a szünetre a vendégek vonulhattak 16-15-ös vezetéssel. A térfélcserét követően aztán egészen a meccs hajrájáig a feketéknél volt az előny, amit azonban rendre egalizáltak a mieink, így izgalmas végjáték ígérkezett. De mint oly sokszor már ebben a bajnokságban, az ilyen meccseken az utolsó perceket erővel és fejben is a kóti legények bírják jobban az ellenfeleknél, s így volt ez most is. A Dudaszó végül 32-29 arányú ladányi vezetésnél vetett véget az összecsapásnak, ami az eredmény tekintve magabiztos diadalnak is tűnhet, ám igencsak meg kellett dolgozni érte. Ezzel az újabb két ponttal továbbra is őrzi a negyedik helyét a társaság. S mivel már csak 5 forduló van hátra a bajnokságból, s jelenleg épp 10 pont az előnye a mieinknek a hetedik helyezett Nyírbátorral szemben, így nagyon-nagyon közel került az együttes ahhoz, hogy a legjobb 6-ban végezzen. A legrosszabb esetben is. Ja, és legközelebb épp Nyírbátorban lépnek pályára a srácok.